A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Számtalanszor beszámoltunk róla, arról az örömhírről, hogy Székesfehérvár a legjobb aranyminősítést és külön díjat is kapott az Entente Floral Europe 2022-es virágosítási versenyén. De én azt gondolom, hogy ez az elismerés kellően fontos ahhoz, hogy most egy kicsit kibővítve is szó essék róla. Ezért aztán vendégem Homoki László kertészmérnök, kertészeti divízió vezető itt a Városgondnokságon, akinek és csapatának köszönhetjük ezt a fantasztikus elismerést. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit jelent ez, már mint milyen rang ez az elismerés, azért egy kicsit vissza kell tekintenünk a múltba. Annál is inkább, hiszen Székesfehérvár az első között csatlakozott a Virágos Magyarországért mozgalomhoz, ami megalapozta ezt a sikert is, hiszen a 2019-es első helyezett a városok versenyében adta meg a lehetőséget, hogy az európai megmérettetésen is részt vegyen a város. Tehát talán kezdjük azzal, ugye ez egy folyamat része, ez nyilvánvaló, mondom én, egy folyamat része, hiszen nem akció keretében szépül a város, hanem egy nagyon is átgondolt kertészeti struktúra mentén. Így van, tehát ez szépen fel volt építve. Ahogy mondtad már, a kezdetek óta a város az részt vett a Virágos Magyarország minden évben történő megmérettetésében, amiről így röviden annyit kell tudni, hogy egy szakmai csapatból álló zsűri érkezett egy meghatározott napra, és különböző szempontok alapján be kellett mutatni a városnak a zöld felület működését, illetve fenntartását. Ugye ez volt 2019-ben, amikor a Székesfehérvár megnyerte az országos első helyezettet nagyváros kategóriába, és ez egy belépésre jogosított, hogy lehessen jelentkezni a nemzetközi versenyre, ugye ami ennek az egésznek a csúcsa. 2020-ra volt tervezve az európai verseny, de sajnos ott a Covid ezt megállította. Ugye addig húzódott a versenyre való felkészülés, amíg az idén volt erre először lehetőség, ugye szüneteltették ezt a versenyt. Az országos verseny is az idő alatt csak online futott, tehát viszonylag szigorú volt neki a lehetősége ugye a járvány miatt, de szerencsére ugye javult a helyzet, és így 2021 novemberében meg lehetett kezdeni a felkészülést erre az idén nyáron lezajló eseményre. A Cserpakovics András polgármester úr úgy fogalmazott, hogy ami miatt még büszkébb vagyok rá, az, hogy ez nem egy pillanatnyi állapot, hanem egy folyamatnak a szakmai visszaigazolása. Azt hiszem, ez megerősítést jelent neked és a munkatársaidnak is. Arról nem beszélve, ugye akkor még nem mondtam, de nyilván szóba kerül az is, hogy az külön díjat is átvehettetek a Sóstói Természetvédelmi Terület fenntartásáért és szakmai gondozásáért. De kezdjük talán azzal, hogy mi minden kell ahhoz, hogy egy ilyen díjra folyamatos felkészülés mellett egyáltalán esélye legyen egy városnak. Hiszen azt láthatjuk, hogy Székesfehérvár történelmi belvárosa mellett, a parkjai mellett azért nagyon nagy lakótelepi övezettel is rendelkezik, és nyilvánvaló, hogy ezt komplexen vizsgálják a Entente Floral zsűrije is. Így van, tehát ez egy komplex folyamat, és nem is nagyon tudom azt mondani, hogy pillanatnyi képet lehet adni, mert különböző bírálati szempontok vannak, ugye ezt prezentációkkal kiegészítve, sok fényképpel alátámasztva, ez a milyen volt és milyen lett, inkább ugye ezt tudtuk bemutatni ezelőtt a 8,5 óra alatt, mert ugye idő
keretre zajlott a verseny. De annyit mondok, hogyha visszagondolunk, hogy 15 évvel ezelőtt milyen volt a város, meg milyen zöld felületi képet látunk a mai naporról, hogyha teszünk egy sétát igazából bármelyik területre, akkor itt már egy jelentős különbségről tudunk beszélni. Itt én a székesfehérvár.hu-n végignéztem, hogy 2019 óta mi minden történt, és azt arra figyeltem fel, hogy nyilvánvaló, hogy nyitott szemmel jár az ember, de néha nem veszi észre, hogy mi minden történt. Mennyire tudatos, illetve időszerű dolog, hiszen a tavasz-nyár-ősz-tél egyaránt megköveteli a virágosítást és a fák gondozását. Tehát a szakmai elképzelésre lennék kíváncsi. Nekem az volt a célom, amit azért az elmúlt években azt gondolom, hogy valamilyen szinten sikeresen is tudtam érni, hogy tényleg törekedjünk a szakmaiságra, és azon belül pedig kis szakmai csoportokat állítottunk föl, hogy ne az legyen, hogy mindenki csinál mindent, hanem legyenek bizonyos területek, amit csak egy adott kis csoport tud elvégezni, amit mindenképp kiemelek, ilyen például az egynyári, meg a két nyári virágoknak az ültetése, azt minden évben ugyanaz a csapat végzi el, és nagyon szakszerűen, precízen, ugye most már hatalmas gyakorlattal, viszonylag rövid idő alatt. Például az egynyári virágpalenták így 2-3 hét leforgás alatt belekerülnek a virágágyásokba. Akkor ilyen másik csoport pedig ugye a faápolós csoport, akik szintén mindenféle képesítést megszerezve, hatalmas rutinnal végzik el a mindennapos fasor fenntartási feladataikat. Úgyhogy nekem ez volt egy célom, hogy ilyen szakcsoportokat alakítsunk ki, és szerintem egy ilyen típusú kertészeti munkavégzésnél ez egy kulcsfontosságú dolog lett. Tehát egy jó csapatod van. Abszolút. Így van. Fa fenntartás, a közterületi fa fenntartás egy kulcskérdés, én azt hiszem, egy virágos város életében. Hiszen ne feledjük, hogy tavasztól őszig, vagy tavasztól tavaszig is azért teljesen más, ha egy olyan parkban, vagy olyan útmenti fákat látunk, amelyek azért szépek és gondozottak. Erre se lehet panaszunk nyilván. Nem lehet panaszunk, olyan 80 ezeres a faállomány, óhatatlan, hogy nem veszünk észre feltétlen mindjárt mindent, mert nagyon sok lakossági bejelentés érkezik, sok mindent ki tudunk mi is szűrni, vannak ütemezett feladatok, ugye az idős fáknak például az ápolási munka, ez ütemezetten halad minden évben, itt lehetett is látni például a Gyümölcs utcában ugye a védett fasornak az ifítását néhány évvel ezelőtt. Igen, ezeket be kell ütemezni, de ez is a díjkioszton, ahol az aranyminősítést megszereztük, ez is említésre került, hogy a zsűriben például ez kiemelt fontos szempont volt a döntésüknél, hogy mekkora figyelmet fordítunk a meglévő fáinknak a védelmére. Mert itt arról van szó, amit sokszor a lakosság nem is feltétlen ért meg, hogy miért kell gajazni a fákat, és ennek tényleg egyetlen oka nyilván a balesetveszély elhárítása mellett a fának is az élettartalmának a megnövelése. Innét folytatjuk, de mennyire pénzkérdés ez? Az nyilvánvaló, hogy egy városnak a költségvetéséből áldoznia kell arra, hogy az állampolgárok komfortosan érezzék magukat, ez nem is lehet kérdés. Ugyanakkor ez a szakmaiság plusz a pénz és a hozzáértő szakemberek szakmai tudása nyilvánvaló ezt megkönnyíti. De azért ez egy rendkívül komoly feladat. Ez egy komoly feladat, ez egy veszélyes feladat, illetve hogyha azt kérdezed, hogy a költsége milyen, hát hogyha azt mondom, hogy emelőkosaras munkagépekkel dolgozunk, akkor ugye nagy teljesítményű láncfűrészekkel dolgozunk, szintén nagy teljesítményű ágdarálóval dolgozunk, úgyhogy ezeknek mind hatalmas költsége volt, hogy ezeket meg kellett vásárolni, ezt fel kellett építeni a nulláról. De hát ez elkerülhetetlen természetes. Ez elkerülhetetlen, de most már van és működik. Igen. A virágosítás nem különben fontos, ugye már beszéltünk róla, de nagyon fontos, hogy ebbe a székesfehérvári polgárok is bekapcsolódhatnak a saját területükön, mert azért ne feledjük, hogy fontos, hogy a lakótelepi övezetekben is virágos legyen Fehérvár. Szintén egy népszerű kezdeményezés, a polgármester úr előszeretettel támogatja minden évben a lakossági városszépítő akciót, amikor a tavaszi időszakban közel 400 000
palántát osztunk ki a városlakóknak, akiknek erre pályázni kell mondjuk egy fél évvel előbb, hamarabb időpontban, és ugye ennek az a célja, hogy itt a környezetszépítése kerüljön. Én azt gondolom, hogy azok a közösségek, akik élnek ezzel a lehetőséggel, azért már számtalanszor bebizonyították. Tudtok-e tanácsot adni, illetve kérnek-e tanácsot ilyenkor? Hiszen korán sem mindegy, hogy egy, azt mondom, az urbánus világban, hogy megfelelően gondozzák-e, vagy tesznek azért, hogy azok a virágok, amit kiültetnek, az valóban szép maradjon. Igen, gondozzák. Én a közösségi csoportokban szoktam látni, mikor a virágosztás után néhány héttel, vagy esetleg egy-két hónappal büszkén posztolják a saját maguk által gondozott növényeket, ugye miből mi lett. Ugye ez a picike palánta, ami lehet akkor még csak egy 6-8 centis növény, és ez ugye nyári időszakra fejti ki a teljes díszértékét. Nyilván ez be tudja a városlakó a saját maga feladatának, és büszkén mutogatja utána, hogy tényleg ilyen volt, ilyen lett. Igen. Kulcskérdés a belváros mindig. Én azt hiszem, ez minden városban így van. Melyek az elsődleges feladatok a belváros tekintetében? Hát ha megnézzük a belvárost, ugye ami ott a legkiemeltebb, szerintem ugye a virágóra és annak a környezete, de ugyanúgy ugye kint vannak a virágoszlopok, kint vannak a kandallábereken a zámpolnás muskátlik, akkor a mediterrán növények, mint ugye például a leanderek, azok is nagyon sok felé megtalálhatók a nagy dézsákban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amennyire lehet virágosítani egy belvárost, azt erről megtettük. Igen, és azt látjuk a Várkörúton is, meg számtalan másik utcán, hogy a kandeláberes növények azért az bejött. Igen. Tehát ez egy remek gondolat volt, mert színesíti. Tehát számtalan Székesfehérvárra látogató ismerősen mondta, hogy ez egyébként másutt is van, csak nem ilyen szinten. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos történet. Tehát a belváros, és akkor menjünk el egy kicsit a Sóstói természetvédelmi területre, mert az ilyen értelemben kiemelten fontos, nem csak az aranyminősítés okán, amit most átvehettetek ennek kapcsán, hanem azért is, mert nyilvánvaló, hogy Fehérvár zöld tüdeje egyik oldalról, másik oldalról pedig egy egészen különleges természetvédelmi területről van szó. Igen, természetvédelmi terület, és ugye nagyon közel van a belváros, tehát autóval ugye pár perc alatt elérhető, de még egy akár egy sétával is nagyon könnyen megközelíthető. De ott is ugye meg kell említeni a nemrég átesett rehabilitációs beruházás, tehát ott is egy hatalmas segítség volt, azt gondolom, hogy ahogy jelen állapotában kinéz a terület. Melyek voltak ott a fő feladatok? Csete Gáborral már erről beszéltünk, de azt hiszem, hogy kertészmérnökként te tudod mondani, hogy mi minden kell ahhoz, hogy egy tó, hiszen én még emlékszem a 70-es évek közepén, amikor a stadion még nem így nézett ki, ahogy, még ugye a tó az teljesen kicsivel nagyobb volt nyilvánvaló, hiszen a pályáknak egy része az még bement a labda a vízbe, mondhatjuk ezt, tehát ez a 70-es évek közepéről beszélünk. De aztán rendkívül tudatos, gondoskodó tisztelettel és szakmai tudással kialakult ez a mostani helyzet. Melyek a legfőbb feladatok? Hát amit talán ki kell emelni a sorból, mondjuk ugye a mederkotrás, szerintem az egy nagyon nagy súlyú feladat volt, illetve az állatoknak az élőhelyének az úgy kialakítása, hogy az ilyen természetközeli legyen. És utána hogy ők pedig ugye megtették az a rengeteg madár, meg egyéb élőlény, ami a területen él, hogy szépen be tudják lakni a területet. Amikor egyébként volt a verseny, és ugye ez is egy helyszíne volt a versenynapon a zsűri bemutatásának, akkor a sirályok hihetetlen, úgymond légtáncot jártak, minthogyha ez direkt lett volna megrendezve, és teljesen le voltak tőle nyűgözve, hogy ezt hogy csináltuk, hogy pont egy ilyen produkcióval készültek ezek a madarak. Hát azt gondolom, ez is azt jelenti, hogy nagyon jól érzik magukat azon a helyen, ahol élnek. Kicsit beszéljünk a többi városrészről is, hiszen azért vannak a külvárosi részek, ahol szintén vannak az ott élőknek, az állampolgároknak elvárásaik. Sikerül-e ezeket az elvárásokat teljesíteni?
igyekszünk. Egyetlen akadály van a fa telepítéseknél, ugye a közműhálózatot ezt erősen figyelembe kell venni. Ott ugye vannak biztonsági előírások, vannak védőtávolságok, és ugye ez miatt sajnos nem minden olyan helyre lehet fákat vagy fasorokat telepíteni, ahova egy lakótelep vagy lakó megigényelni ezt. Nyilvánvaló, hiszen mondom, a belváros és a szűken vett agglomeráció, mármint a külső városrészek is azt hiszem, hogy fontosak. Ezeket, amikor terveztek, azok nyilván figyelembe veszitek. De milyen hosszú távú tervek vannak ahhoz, hogy valóban, hiszen ez egy rangos elismerés, hogy ez megtartható legyen, és a fehérváriak továbbra is úgy beszéljenek a városukról, hogy igen, virágos Fehérváron élünk, ahol érdemes. És nem beszélve arról, hogy az idegenforgalom minősítésében is fontos szerepet játszik ez. Minden alkalommal, amikor eljön a fatelepítési időszak, ugye most is hamarosan érkezik, mert elsősorban a kollégáim, ugye gőzerőkkel kutatják föl azokat a területeket, hogy hova lehet még egy-egy fát elültetni, vagy esetleg fasort kialakítani, és azért mindig sikerül még ilyen helyet találni, de mondom, a kihívás egyébként a közművek figyelembevétele miatt, illetve a közmű tulajdonosokkal is egyeztetni kell, hogy ők nem terveznek ott bármilyen fejlesztést, vagy akármilyen földmozgással járó korszerűsítést, ilyennek tudatába lehet csak fákat ültetni a területre. Ugye ez komoly szakmai feladat, és én azt gondolom, hogy annál is inkább fontos a mindennapi gondoskodás, függetlenül attól, hogy az input anyagok drágulása azért nyilván megnehezítette a munkátokat, az asszályról már ne is beszélve. Tényleg ilyenkor mi a teendő, amikor egy ilyen asszályos időszak következik? Hiszen nyilvánvaló, hogy megnövekszik a felelőssége a kertészeknek is. Mentek folyamatosan a felhívások oda nyári időszakban, mert egyszerűen fizikálisan nem volt rá kapacitás, hogy olyan fákat is öntözzünk, amit normál esetben már nem kellene. Ezért mindenképp kértük a lakosságnak a segítségét, hogy tegye meg a lakó környezetébe azt, hogyha akár egy fát meg tud öntözni, akkor azzal megmentheti a fának az életét. És azért itt is azt lehetett látni, hogy igenis, hogy volt, aki ezt komolyan vette, és napi szinten hordta le akár a 10. emeletről, vagy éppen a családi háza elé a vödör vagy a kanna vizet, és megtette az öntözést. Hát azt gondolom, hogy az augusztus 20-ai csapadék pedig tényleg egy hatalmas mentő volt, mert utána azért visszakaptuk a hiányzó mennyiséget a talajba. Itt az elosztással volt a probléma, ugye, hogy aránytalanul érkezett ez a csapadék, előtte a nagy szárazság, aztán jött a hatalmas esőzés, de lehetett is látni a növényzeten, hogy igazából minden észbe kapott, életre kelt. Bízunk benne, hogy nem lesz akkora káreset, mint amekkora jósóval volt az asszály miatt. Bízunk benne. Az eddigiek során már évről évre bebizonyosodott, hogy rendkívül tudatos munka folyik a városgondnokságon az irányításod alatt is. Milyen jövőképünk van? Tehát van-e olyan terv, mert nyilvánvaló egy ilyen elismerés után nagyon fontos, hogy ezt meg kell tartani. Tehát vannak-e olyan tervek, olyan jövőkép, amely itt felvázolható? A korszerűsítést, amit itt meg tudok most említeni, ugye azért vannak most már olyan növényfajok, ami ezt a szélsőséges időjárás egyre nehezebben viseli, és azokon a területeken, ahol ez problémát okoz, akár növényvédelmi szempontból, vagy akár csak olyan szinten, hogy nem viseli a növény ezeket a forró száraz nyarakat, ott megpróbáljuk ezeket évelő növényekre átcserélni, aminek ugye szintén van jelentős díszértéke, viszont a munkavégzés az minimálizódik vele, mert és sokkal kevesebb a fenntartási feladat, úgyhogy hamarabb végig tudunk menni a területeken. Tehát most például, hogyha új park létesül, vagy egy régi park felújításra szorul, akkor ott az egynyári virágágyásokat biztos, hogy már évelőkre cseréljük át. Értem, tehát ez azért komoly szakmai feladat mindenképpen. No, hát én mi mást kívánhatnék, hogy ugyanilyen virágos várost a jövőben is magunknak, nektek pedig jó munkát, nincs kétségem felőle, hogy nagyon sok dolgotok lesz neked és munkatársainak,
és én azt hiszem, hogy minden székesfehérvári nevében köszönöm szépen, köszönjük szépen, hogy egy ilyen városban élhetünk, segítve a mindennapjainkat, mert azért ebben a felgyorsult világban ennél nagyon fontosabb talán nincs is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és még egyszer gratulálok. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Homoki László volt, a kertészeti divízió vezető. Témánk pedig, hogy az Entente Floral Europe versenyen Székesfehérvár két rangos elismerést is átvehetett az ő munkájuknak köszönhetően. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.